Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazin adását hallják, a mikrofonnál Blair Gábor. Mai vendégem, Ferling József, Pierre és kommunikációs szakember, akivel egy kicsit arról fogunk beszélni, hogy a 21. században a Pierre, a kommunikáció és a marketing milyen struktúrális változásokon ment át, és természetesen egy picit a hallgatók is megismernek téged. Ha megengedik, a régi ismerettségünkre való tekintettel a riport során tegeződni fogunk. Szervusz. Köszönöm, köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat. Ha jól tudom, akkor te most már Pécsen él, nem ott születtem, Sopronban? Én Sopronban születtem, a leghűségesebb városban, és fiatal fiatalkoromban úgy gondoltam, hogy én is örökké hűséges leszek hozzá, soha el nem hagyom, de aztán az egyetemi évek mást hoztak, és Pécset ragadtam. A szív <tosz> szava... Igen, igen, egyébként meg kell, hogy mondjam, Pécs egy olyan varázslatos, lokálpatrióta város, ami, ami, ami nagyon sok ember életét meghatározta. Én is pécsi diák voltam, úgyhogy tisztában vagyok ebben. Ha jól tudom, korán sem kommunikáció területén kezdte a pályafutásodat, hanem tanár voltál, és az amellő is torna tanár. Hogy jött ez a dolog? A váltás izgalmas igazán, mert én gyerekkoromtól kezdve tanár szerettem volna lenni. Tehát óvodás koromban elhatároztam, hogy tanár leszek, mint édesapám, aki testnevelő tanár, és elmondhatom azt, hogy teljesült is ez a vágyam, mert orosz testnevelés szakos tanár lettem 1981-ben, és el is kezdhettem tanítani, és elmondhatom azt, hogy hatalmas élmény volt tanítani. Tehát még csak nem is okozott csalódást az, amikor elértem a gyermekkori álmomat. Uh -huh. Viszont azt tudni lehet rólam, hogy egyetlen egy dolgot viselek nagyon nehezen, ez a magány. és Úgy alakult a tanítás, hogy egy kis faluban, a szigetvár közelében tanítottam egyedül. Miközben életem választotja az akkor csillagászati távolságokban 50 km-re lévő Pécset, tanul, de hát az akkor egy áthidalhatatlan távolságnak tűnt, és nem bírtam másfél évnél tovább ezt a, az egyedül létet jól, és ezért hagytam el igazából a pályát. A pályaváltást sem bánom, de nagyon érdekes ez, hogy, hogy nem okozott csalódást a tanítás, nagyon nagy élmény volt, ma is szeretettel gondolok rá. A testnevelés pedig azért, vagy a sport az a mai napig megmaradt az életemben. Uh -huh. Milyen szinten? Hát büszke vagyok rá, hogy 58 évesen napi szinten ilyen 5-8 kilométereket futok. Tényleg szeretem a szabad levegőt. 50 éves korom felett tanultam meglovagolni. Ezek azért nem versenyek, ezek inkább a magam szórakoztatására való testmozgást jelentenek. Egy picit akkor térjünk át a főfoglalkozásodra, hogy következett egy elég nagy váltás, megismerkedte az újságírással, a kommunikációval. Hogy kezdődött ez a dolog? Talán az exhibicionizmusomnak tudható ez be, hogy főiskolás éveimben, hát én, én minden vagy nagyon sok mindenki verseket írtam, és akkor az egyetemi labban megjelentek a verseim. Aztán később máshol is, amikor megjelennek a verseid, akkor látod, hogy ezek nem jók. Akkor elkezdtem novellákat írni, akkor megjelentek a novelláim, rájöttem, hogy nem jók. Én így lettem újságíró, mert azt mondják, hogy az író a tökéletesig dolgozik, az újságíró meg a labzártáig, és labzártára voltam igazából jó. Én az egyetemi lapnál lettem először újságíró, és később a tanári pálya elhagyása után is a médiában találtam meg aztán hosszú távon a, a helyemet. Üzemi lapnál, városi lapnál, országos lap tudósítójaként Baranyában dolgoztam, nagyon különböző helyeken kipróbálhattam magam a médiában. Volt ebben egy kis magamutogatás, volt ebben egy kis világmegváltás, volt ebben egy kicsit a világ felfedezésének a gyönyörűség. Ez egy áldott kor volt, tehát a 80-as évek vége, 90-es évek elején újságírónak lenni Magyarországon szenzációs dolog volt. Igen, akkor, akkor, tulajdonképpen akkor jött az új médiatörvény, törvény, ha jól az azért az egy-két évet késett a rendszerváltáshoz képest, tehát két-három év csúszásban volt, de akkor már nyíltak meg a különböző fórumok. Hogy, te, hogy gondolod akkor, mi, miben volt más, mi, milyen lehetőségek voltak? Mennyiben volt más a struktúrája a kommunikációnak és az újságírásnak? Az újságírás, Le... az újságírás nagyon szemléletesen el tudom mondani. Annak idején mi a labban még egész oldalas cikkeket is írtunk. Azt nem tudom, hogy elolvasták-e az emberek az egész oldalas cikkeket, de a szerkesztők még betettek egész oldalas cikkeket. Tehát mi nagyon ritkán írtunk 1500 karakter alatt, vagy 1000 karakter alatt. A mai újságírásnak a dinamikája is megváltozott, tehát mindenféle tartalom nélkül is a formai jegyek oly mértékben megváltoztak hogy nem lehet azt a fajta újságírást hasonlítani a maival. Az én ö, akkori kollégáim javarészt az irodalomból érkeztek az újságírásba. Én azt láttam aztán a rendszerváltás után, hogy az újságírásban javarészt a gazdaságból érkeznek az újságírók, vagy a kultúrából, de nem, nem irodalmi ambícióikat akarják megvalósítani, hanem az információ között. Ez egy nagyon nagy változás. Minden tekintetben, mindenféle politikai újságírástól, gazdasági rendszerváltástól, Európai Uniótól függetlenül az információszerzési szokások, az olvasási szokások, az erre fordított idő, az információk mennyisége, és akkor még nem beszéltünk az internetről és a közösségi médiáról, megváltozott a világ. Igen, muszáj vagyok egy kis kitörődteni, mert hogy te is tettél egy hogy egy ideig nem Magyarországon dolgoztál, hanem jól tudom Moszkvába. Lehet erről valamit tudni? A Moszkva az nem? Az, az így nagyon jól hangzik, hogy Moszkvában dolgoztam. Voltam Moszkvában, a Fiatal Feltalálók Világkiállításán voltam sajtófőnök, és így voltam egyszer ö, ö, ugyanígy Bulgáriában, és ezek rövid időszakok voltak, egy vagy két hetes időszakok voltak. Izgalmas világ volt az a moszkvai kalandra, emlékszem, amikor a, a próbáltuk nagy moszkvai nagyvállalatok vezetőit meghívni a magyar pavilonba személyes meghívók átadásával, és Moszkva szerte taxisztunk, meg metróztunk mindenfelé érdekes világ volt, ez 86-87 körül lehetett. Uh -huh. Igen, és eljött a életedben az az időszak, amikor sokkal tudatosabban kezdted el mind a kommunikációt, mind a sajtot, mint a piát használni, és uh, tulajdonképpen saját lábad álltál, és, és elkezdted irányítani magad körül azokat a dolgokat, amiket uh, lehet csinálni. Lehet tudni, hogy ez a vállalkozás ez, ez milyen szinten uh, változtatta meg az életedet, illetve milyen uh, fórumokat nyitottál? Emlékszem arra az érzésre, amikor elhatároztuk, hogy vállalkozást nyitunk, és iszonyatosan féltem tőle. Iszonyatosan féltem tőle. Olyan mértékű változást éreztem az életemben, amitől féltem. Ezt nem, nem szégyellem bevallani. A, nagyon örülök, hogy ezt a változást megtettük, azzal együtt nem mennék oda már vissza, de nagyon féltettem azt a kis burkot, amiben addig éltem, ahogy tetszik, alkalmazottként. 91-ben ez egy kényszervállalkozás volt, a, amikor mi megalapítottuk a kommunikációs ügynökségünket, és mondhatom azt, hogy egy kreatív manufaktúra jött ezzel még csak létre, és négy, öt, hat évig úgy dolgoztunk, mint Orwellnél a ló, hogyha nem elég, akkor még többet dolgozunk, és még többet dolgozunk. Tehát a tudatosságnak akkor még a a csírái voltak legfeljebb felfedezhetők. Az első öt év után ébredtünk arra rá, hogy igen, ez egy kommunikációs ipar, ez a PR szakma, ezt a vállalkozás vidékről csak nagyon nagy impulzivitással lehet menedzselni, és akkor kezdtük el igazából a céget felépíteni. Egy picit, ha már beszéltünk erről, világos, világosítsuk meg a kedves hallgatókat, hogy tulajdonképpen mit akar pontosan a PR, és mit akar pontosan a kommunikáció, a kettőnek milyen összefüggései vannak. A... Tudom, hogy evidens a kérdés, de de nagyon sokat használjuk őket, de nem biztos, hogy mindent a helyén kezelünk. Nem evidens a kérdés, és a válasz sem. A PR, szak, a PR szakma legalább 260 definíciót ismer önmagára, hogy mi a PR. És azért keresté imértékben, a, azért szaporodtak a definíciók ilyen nagy számra, és azért kereste a PR szakma önmagát, mert nehéz ezt elmondani. De a legfontosabb szavakat el tudom mondani, ami minden definícióban szinte benne van. A PR az tudatosan épített kommunikáció. A PR a kölcsönösségen alapul, tehát mindig a befogadó és a közlő fél párbeszédén alapuló kommunikáció. És a PR két dologra figyel: a láthatóság és a hitelesség felépítésére. Bármilyen definíciót keresünk, ezek benne vannak valamilyen módon. A kommunikáció, ettől függetlenül igazából információközlés, tájékoztatás, kommunikációs rendszerek egy nagyon széles platform. A PR ebben próbál tudatos csatornákat nyitni, felhasználva a média használatot, felhasználva az emberek gondolkodását. Én azzal szoktam illusztrálni ezt, hogy a pr ről készült legjobb film az a Men in Black. Az a kis ember, aki ott benne van a nagykrapek fejében, vagy az a kis Krapek a nagykrapek fejében pontosan, aki megpróbál a befogadó fél fejével gondolkodni, az érzéseit átérezni, és úgy átadni az üzenetet, hogy a másik fél, azt megértse elfogadja, befogadja, vagy egyértelműen kifejezze, hogy azért utasítja el, mert megértette. A PR világában a megértés a kulcs szó, A megértésnek az előmozdítása, és mondhatom azt, hogy az a személyes vízióm az az, hogy a PR-betől jobbá válhat a világ, ha a PR-t komolyan vesszük. Nem rózsaszín lufikat fújunk, hanem párbeszédet generálunk, kezdeményezünk, figyelünk a másikra. Az a jó PR-es szokták mondani, akinek két füle van és egy szája, és ezt ilyen arányban használja. Ez nagyon-nagyon érdekes, amit mondtál. Tehát hogyha megpróbálok egy kicsit triviálisan lefordítani, tehát a kommunikáció az magát a közlésmódot, a PR meg már ott tart, hogy nem mindegy, és nem mindegy, hogy mire kommunikálunk és hogyan. Mikor, milyen intenzitással, milyen kifejezés móddal, milyen eszközökkel, a PR mindig nagyon fókuszált kell, hogy legyen. Különben azt szoktam mondani, a PR-nek a párja az a VK, az a valamilyen kommunikáció. Nagyon mm. sokféle VK van. A PR az egy tudatos, kölcsönösségen és a párbeszéden alapuló aktivitást feltételez. Akkor egy picit fordítsuk vissza ezt a te vállalkot, mert mondtad, hogy, hogy 90 környéken ez kényszervállalkozás volt, és akkor ugyanez a tudatosság jött el a ti vállalkozásotokba is? Hát mi 91-ben kiadvány szerkesztőség voltunk és sajtóügynökség, és el kellett telni egy-két évnek, mire rájöttünk, hogy ez, amit mi csinálunk, ez egy szelete annak a szakmának, amit PR-nek neveznek, ami belső, meg külső kommunikációból, public affairsből, csomó mindenből áll. Ebben a kiadványok készítése, a sajtókapcsolatok ápolása egy nem azt mondom, hogy pici szelet, de egy szeletet jelent benne, és igazából a PR ügynökségként minket 1996 óta illik emlegetni, vagy lehet emlegetni, még hogyha a vállalkozás korábban indult is, addig tényleg ez egy manufaktúra volt. Uh -huh. És akkor picit vizsgáljuk meg, hogy, és nem csak a ti esetetekben, hanem mit akar majd manapság egy PR ügynökség, mi ez a hatalmas átfogó terület, amire oda kell figyelni? azt mondhatom, hogy a PR az egy alkalmazott kreativitás, alkalmazott munka. Alapvetően és legtöbbször gazdasági szereplőknek dolgozunk, tehát nem a non-profit szférának, nem az államnak, hanem az üzleti világ szereplőinek, akiknek vannak üzleti céljaik. És a PR dolga nem más, nem kell ezt építeni, hogy az üzleti célokat segítse érvényre jutni. Profit érdekelt a PR. De azon a felismerésen alapul, hogy az üzleti célok csak akkor érhetők el, ha a befogadó, a célcsoport, a vevő, a beszállító, a versenytárs Párbeszédben van velünk. Ha nem figyelünk mások érdekeire, mások szempontjaira, akkor nem leszünk eredményesek hosszú távon, biztos, hogy nem, már középtávon, sem rövid távon talán. A PR ebben tud segíteni. És ilyen módon a PR nagyon sok mindent magába foglal. Az alka a belső kommunikáció területén az alkalmazottakkal, az érdekképviselettel, a tulajdonosokkal való párbeszédet, hogy csak néhány példát ragadja ki. Külső kommunikációban hol a média közvetítésével, hol közvetlenül a piaci szereplőkkel, vevőkkel beszállít okkal szakmai szervezetekkel, hatóságokkal való kommunikációt is feltételez a PR. Nem csak abból áll, hogy hogy kerülünk be a médiába, hanem mi kerül be rólunk. tényleg a médiába akarunk-e bekerülni, nem lenne jobb egy személyes találkozás, konzultáció, egy levél adott esetben. A PR az eszközök megválogatásában dolgozik. Épp tegnap egy prezentáción vetítettem ki a partnereinknek azt a mondatot, hogy a kevesebb, néha több közhelyes a dolog, de a kommunikációban, amikor ennyi információ van körülöttünk, a kevesebb néha tényleg több lehet. Engem egy aránylag közeli ismerős, nem közeli ismerős, de ilyen üzleti körbe ismertem meg, győzködött, hogy neki van ez és ez, és, és, egy órán keresztül mondtam, és mondtam, figyelj, háromszor elég lett volna. Háromszor elmondod, értettem, de miután ötször megismételtem, nem biztos, hogy van kedvem hozzá. Hadd egy triviális PRS példát, amikor levelet kap valaki, és a levélnek az első bekezdése, vagy első hús sora az arról szól, hogy az, aki a levelet írja, kicsoda, mit csinál, miért írja ezt, stb. Egy nekem szóló levél első soraiban szívesebben olvasom azt, és mindenki szívesebben olvas, hogy nekem miért fontos, hogy elolvassam ezt a levelet. És utána érdekel az, hogy miért csak szeretném megérteni, hogy nekem mi közöm ahhoz a megkereséshez. És minden párbeszéd így érdekes, hogy a címzettet vajon ez miért kell, hogy érdekelje? És ezt el tudjuk érni, ha fel tudjuk nyitni ezt az ablakot, egy pillanatra figyelnek ránk, akkor ott át lehet adni az értékes információkat. De alapvetően a PR-ben a push, ez a nyomom gyorsan áttalom, ez nem működik. Beszélgetni kell, beszélgetni kell. Kicsit úgy képzelem, mert picit még egyszerűsítsünk a dolgokat, képzeljük el, hogy ma, ma egy ember mennyire tudatosan használja a saját magát, az érzékszerveit, az empátiáját. Tehát, hogyha én mondjuk egy sima munkavállaló vagyok, egy kicsit triviálisan, és elmegyek egy munkahelyre, akkor ö, felmérem a dolgokat, akkor az is, vagy mondjuk valakire csak jó hatással akarok lenni, akkor fontos, hogy belegondolok a helyzetébe, van-e empátiám, tudom, hogy hogy kell megszólítani. Tehát ezt lehet már egész picitől elkezdeni? Nagyon sok kurzust kész, folytatunk, és csinálunk ilyen Képzéseket is, hát fel lehet készülni a párbeszédekre. Legelőször is azt kell elképzelni, hogy a másik oldalon is egy ember ül. Az az ember is reggel felkelt, kiment a mosdóba, fogatmosott, felöltözött, végiggondolta a napját, elvitte a gyereket iskolába, óvodába, és csak utána lehet belőle az a, mondjuk az, hogy fenyegető, véres szájú, ijesztő valaki. Nem az lett, nem az lett. Egy ugyanolyan ember, mint mi vagyunk. Általában van kutyája, megöntözi a virágokat, édesanyját felköszönti anyák napján. Ha ezt el tudjuk képzelni egy másik emberrel, és miért ne tudnánk? Sokkal egyszerűbb beszélgetni vele. Csak nem látjuk a szerep, vagy az álca mögé nem akarunk benézni. Tehát egy párbeszédre fel kell készülni. Meg még egy dolog, bocsánat, hogy egy picit csapongok, de ugye amit mondtál, hogy a PR-nek milyen, milyen dolgai vannak, maga, hogyha egy, egy korrekt PR cég leül egy egy vállalattal, akinek megcsinálja, vagy akár a, a partnerével, akkor majdnem, hogy a vállalat struktúráját is megváltoztatja vele a gondolkodásmóddal, illetőleg akár a partnere is, partnerei hozzáállását is. Tehát effektíve bármennyire csak kommunikáltok, vagy kommunikációt tanítottok, vagy PR tanítottok, a a mechanizmusokba. Hát legalábbis nagyon szeretnénk. Hosszan lehet ezen vitatkozni, hogy az első, ki volt az első PRS, vannak teóriák, hogy Mózes volt az első Pont erre gondoltam, aki a kőtáblákkal, vagy a szórólapokkal a hegyről. A, de Montánynak a 17. században volt egy idézete, amikor azt mondta, hogy ha mindent elmondanánk, amit csinálunk, és, és tehát ha elmondanák azt, amit csinálunk, akkor nem csinálnánk olyat, amit szégyelni kellene. Ezért a pérnek az a, nem csak az alapelve az őszinteség és a nyíltság és a kezdeményezés, hanem a sikernek a fegyvere is az, hogy igazat kell mondani, úgyis minden kiderül. És a nagyon áldott dolog az, amikor a PRS nem utólag hívják be egy munkába, hogy megoldjon bizonyos helyzeteket, hogy ez a döntés és ez a helyzet, a PR már valahol a döntés előkészítésben benne kell legyen. Az, amit elhatározunk, az milyen hatással lesz a társadalomra? Milyen hatással lesz a munkatársainkra? Milyen hatással lesz a piacra? Vállalható ez? Értékes? Beleillik a vállalat víziójába? Képviselhető? Ezekre igen a válasz, akkor ki lehet alakítani azt a PR stratégiát, hogy ezt el is fogadtassuk a közvéleménnyel. Ha az előzőre nem a válasz, akkor nagyon nehéz ezt eladni, és az nem PR, az mellébeszélés. Ezt nagyon szeretném megkülönböztetni, és viszonylag ritka azért az, az el kell mondjam, nem tudom én, nehéz itt számokat vagy arányokat mondani, de mondjuk a munkánk 10-20%-a, amikor a, az ügynökséget már a stratégiai tervezésbe bevonják. Uh -huh. A munkánk nagy részében azért már meglévő döntések kommunikációjáról kell gondoskodni de egy áldott dolog az, amikor ezt remekül fel lehet így építeni. A másik kérdésem pedig a, ebből a kapcsolatban az lenne, ha jól tudom, te nem csak gyakorlati szakember vagy, hanem eljutottál olyan szintre, hogy hogy egyetemeken tanítasz, docens dosztány, vagy, ha jól tudom, a Pécsi Egyetemen. Ez hogy jött a tanítás az életedbe? Hát mi lesz egy, egy régi testnevelő tanárból, tanítani akar mindig. Igen, de ez a, egy egész más szint. Igen, itt... úgy, úgy, úgy jött egyébként, hogy az egyetemi oktatásban és felismerték egyre többen, hogy hiányzik a gyakorlat. Az egyetemi oktatóknak nincsen gyakorlatuk, ők, ők a szakma elméletét művelték, abban képezték ki magukat, és nagyon sokat tudnak hozzátenni, és engem a Pécsi Tudomány Egyetem Kommunikációs Tanszékére az egyik oktató hívott meg, hogy tartsak meg két órát gyakorlati példákkal, és így belecsöppentem ebbe a sodrásba, két év után, amikor ő nyugdíjba ment, akkor mondta, hogy nem venném át az egész kurzust, akkor átvettem az egész kurzust, akkor nyilván össze kellett szedjen magam elméleti oldalról is fel kellett erre készülni, és akkor így, így azt mondhatom, én ezt élveztem, szerettem, de alapvetően vendégelőadó voltam, aki, akit meghívtak egy kurzusra vagy kettőre, hogy beszéljen a gyakorlatról, és, és az derült ki, hogy erre van fogadókészség. Akkor már arra is kíváncsi vagyok, mert hogy fiatal generációkkal találkoztam, akik még nem gyakorlati szakemberek nyitottak erre. Mennyire tiszta, Mennyire voltak tisztában a modernkor kihívásaival, és mennyire jelentettek neki meglepetést, amiket elmondtál? Tehát hogy látod a, akár a, generá a felnőtt generációkat, mennyire tudják, hogy ez milyen korszer és fontos tudomány? Izgalmas kérdés ez, mert a kommunikációs szakma az egy divatos szakma. Mindenki, vagy sokan akarnak kommunikátorok lenni, az olyan médiaközeli divatos dolog, és az, hogy ez a kommunikáció jelen van a civil életben, a gazdasági életben, a társadalmat a kommunikáció hatját, a mindennapokat, ez azért olyan nagy felfedezés kell nekik. Ilyen szempontból az a kommunikációs tanszék, ahol én elkezdhettem tanítani, az nagyon jó példa, mert társadalom elemzéssel is foglalkozik, nagyon mélyrehatóan. A Viszont a fiatalok nagyon sokszor a felszínt látják, és az eszközöket, és a megjelenéseket. És nagyon jókat beszélgetünk erről például a gyakornoki program keretében, hogy mire való a telefon. <laughs> Nevetsz rajta, hogy a telefon nem csak arra való, hogy az ismerősökkel beszélgessünk és dumágassunk, hanem a telefon az egy nagyon hatékony kommunikációs csatorna. És látnád azokat a 22 éveseket, akiket megbízol az, hogy egy idegen embert hívjanak föl telefonon, ami a kezükben van nőve egyébként, hogy milyen zavarba vannak hogy ott van egy eszköz, ott van egy csatorna, de bizonyos használatra nincsen rutinjuk. Ők a telefont a, nem tudom én, a lélegzéssel együtt kezelik, de az, hogy azzal az szerszámként használjam, erre nem volt gyakorlatuk. És nem egy gyakornokunk mondja, hogy a gyakornoki program egyik legfontosabb hozadéka, hogy leküzdött ezt a félelmét, hogy idegen embereket felhívjon telefonon. De nagyon, nagyon mindig beleesnek, meg mi magunk is beleesünk a divatokba. Akkor jött a Facebook, akkor, akkor jött az Instagram, na most akkor Wikipedia, most akkor ezt csinálják azt, tehát az internet az, az nagyon gyors változásokat hozott, nehéz volt ezt lekövetni, de a divat nagyon sokszor elhúzott mindenkit, és a felszínt láttuk, holott mindennek a mélyén az van, hogy el tudunk-e jutni a megértésig. Az összes többi az csatorna, eszköz, hát, trükk, ha jó ért, technika. Jó értem, akkor akármilyen technika nem, nem helyettesítette a döntést, a, 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 a dolgok mélyre és, és tulajdonképpen a tudatosságot. Tehát, hogy ennek a három dolog még minden esetben meg kell lennie. Mindenképpen a technika, technikát meg kell tanulni, használni. Nekem a gyerekem egy időben mondták, hogy ahogy én csetelek, az az e-mailezés, mert olyan hosszan cseteltem, ahogy e ezek az a levélírás, mert olyan hosszan írtam, tehát megvannak ezek a műfai sajátosságok, ebben, ebben fejlődnünk kell. De bármit csinálunk, tehát ha felhívlak telefonon, írok neked egy e-mailt, ha megbeszélünk egy találkozót, tehát ugyanúgy föl kell építeni, már nem modorossá tenni, hanem felépíteni, hogy miért is találkozunk. E-mailben nagyon sokszor találkozni azzal, hogy 38 címzetje van a levélnek, mert hát ő sem maradjon ki őse, ő se, de neki nem releváns az információ, nem nem tudja értékelni. Azt szoktam mondani, hogy mielőtt megírsz egy e-mailt, gondold végig, hogy meg kell írd ezt az e-mailt. Ha igen, akkor döntsd el, hogy kinek kell megírja, ki, ki, kik azok, akinek ez tényleg meg kell kapják. Mi legyen a levélnek a tárgya hogy ő tényleg felfigyelj rá. Most beírod egy levél tárgyába az, hogy üzenet. Az semmit nem jelent. Az üzenet nem. A, lev a levélnek, az e-mailnek a sikeressége a, a, tárgymezőben eldől igazából. És hogy tagoltan írod -e az e-mailt, biztos kaptál te is olyan e-mailt már, ahol 38 sor volt írva a bekezdéseknél. Hát a fél, -fél oldal után nem olvasom tovább. Nem, nem, olvasunk tovább, de nem csak te, nem senki nem, mert, mert kívül esik már az inger küszöbünkön. Ja, én, én azt mondom, mert van, vannak ilyen grafonál ismerőseim, meg plán, amikor egymás után többen reagálnak, mondtam, hogy a negyedik lev levél után ne írjatok. Addig sem, mert, mert, mert egész egyszerűen ennyi Időm nincs. Egy nagyon érdekes tendenciára hívta fel egy barátom a figyelmemet a közelmúltban, és azóta figyelem is tudatosan, és tényleg így van. Hogyan válaszolunk e-mailekre? Egyre gyakrabban telefonon. Mert gyorsabb, rövidebb, személyesebb, impulzívabb. Egy nagyon érdekes tendencia, nem azt mondom, hogy ez az e-mail halála mert az írás megmarad, nyugtázni jó, tehát nem messze nem temetném, hogy azért a Gutenberg galaxis nem lehet temetni, de a kommunikáció, az információ csere oly mértékben felgyorsult, hogy az e-mail lassú. Már az SMS is kicsit lassú. Telefon. Igen, én is ezt vettem észre, megint hát például, én nagyon sok emberrel kommunikálok, mert rendezvényszervezéssel is foglalkozom, és, és hogy írt én, és mondom, miért hívtam vissza? Mondom, azért hívtalak vissza, mert csomó mindent gyorsabban elmondok, és hallom, hogy mire gondolsz. Pontosan. És, és nézett, mondom, figyelj, egész egyszerűen, ha leírsz valamit, az bármi lehet nem bármi, de, de, egy csomó, minden, csomó mindenre nem ad végleges választ. Az e-mailben is vannak metakommunikációs jelek, meg egyebek, de közel nem értjük és olvassuk őket annyira, és nem annyira árnyaltak, mint a hangszín, a hangerő, netán egy személyes találkozásnál a testbeszéd és egyebek. Én volt egy időszak, amikor bevezettem a fiatal kollégáknál ilyen tiltásokat, <laughs> hogy egy e-mailem, egy e-mailen belül már 5-6 smile látsz, akkor ott valami nem stimmel, meg 5-6 idézőjelet látsz, mert az idézőjel az az, hogy lusta vagy megkeresni a megfelelő kifejezést. És akkor mondtam, hogy egy héten öt smile-it vagyok hajlandó befogadni tőled, ennyi, és akkor ezek úgy azért működtek. Azt hiszem, szépen lassan elérünk a fő témára, a 21. századi struktúraváltásra, de most egy picit tartunk egy kis szünetet, és akkor részletesebben a második fél időben megbeszéljük ezt a témát, akkor hallgatunk egy kis zenét, ami szintén a témában, és visszatérünk. kis virág, mondta Magdorna, de nem találta el. Nem tudom, mondta Franciska, értetetlen jel. Engem már más nem ér, csak az ki jól megfigyel. Így aztán

Bár tudnám, mondta hajnalka, miért kell ennyi el? Engem már más nem ér, csak az, ki jól megfigyel. Így aztán hallgatok, és ezzel többet mondok el. Jelveszéd az életünk, de túl sok ember van, milyen az életünk, de túl sok ember van, ki többre nem csak el szavakra pontról. ott tartottunk a Első fél egy kicsit megbeszéltük a te személyes pályafutásodat, meg, meg azt, hogy mennyiben kezdett megváltozni az életed, illetve maga Magyarország életében az, hogy a PR a kommunikáció, illetve az emberek mentalitása más, tehát nem is más lett, hanem a világ lett más, de egy kicsit nézzük meg tudatosabban, hogy hogyan struktúrálódott át a, akár a munka, akár a marketing, akár a PR, és itt nem mehetünk el amellett a, a részlet mellett, hogy a BNI, a Business Networking International kommunikáció, kommunikációs igazgatója, vagy ami azért eléggé másfajta viszonyulást ad az élethez. Beszélne egy kicsit erről, hogy hogy jött ez a dolog az életedbe? A... egy érdekes történet, és nagyon hosszú lenne elmesélni. Én egy zárkózott ember vagyok a szakmám ellenére, és nehéz volt engem kimozítani, hogy networking szervezetbe egyáltalán takként kapcsolódjak de feleségem, akivel annak idején a vállalkozást is közösen indítottuk, és egy nagyon nyitott személyiség, és nagyon impulzív személyiség, mondhatom úgy, hogy rákényszerített, hogy igen, ezt nézd meg, itt tudsz új kapcsolatokra szert tenni, itt találkozol értékes emberekkel, gyere. És én itt tag lettem én is a, a BNI-ban, és nagyon megtetszett ez az aki ad, az nyer gondolkodás. És igazából nagyon szerencsés időpontban, ez három évvel ezelőtt történt, nagyon szerencsés időpontban lehettem a BNI tagja, mert éppen ebben a kommunikációs trendváltásban, amikor már minden eszközt tudunk használni tényleg, tehát már kell mozduljak otthonról, dolgozni tudok, bárkit bármikor elérek videótelefonon, skype-on, ebben az időszakban én találkoztam a személyes találkozás erejével. Azzal az erővel, hogy mi történik akkor, amikor két ember beszélget és figyel a másikra, és ezt tanultuk meg igazából ebben a szervezetben, és ezt az üzleti gyakorlatban ezt szeretnénk honosítani, hogy hogy tudok veled beszélgetni, hogy tudok az igényeidre figyelni, hogy tudok neked segíteni. És ha én segítek neked, akkor vagy te, vagy az univerzum vissza fog segíteni. Ha nagyon leegyszerűsítem, ez ennek a networkingnek a lényege. Bocsánat, muszáj, hogy egy kicsit átálljak arra az oldalra, hogy az ördög ügyvédei legyek. Oké, okay, beszélgettünk, elmondom az életemet, meg kíváncsi vagyok rá, de hogy lesz ebből nekem bármi pozitívom az életben? Nem rögtön üzletről beszélek, meg miért, miért tágul ettől az én, én világképpen. Köszönöm a közbevetést, mert pont ez a lényeg, és ez volt egy nagy felfedezés, hogy a bni nem egy klubnak a tagja vagy. A networking az munka, working. Nagyon szigorú szabályok mentén beszélgetünk. Amikor én elmegyek hozzád beszélgetni, akkor van egy kérdőív, amit te előre kitöltesz magadról, és elküldesz nekem, hogy én felkészülten érkezhessek, és nem csak olyan kérdésekre válaszolsz, hogy van -e otthon kutyád, macskád, feleséged, mivel foglalkozik, hanem arra is, hogy neked mik az üzleti vízióid, mik az álmaid, mik a céljaid. Miben kérnél segítséget valakitől, ha tudna adni? És erről beszélgetünk, időkeretek között ráadásul, és ha úgy tetszik, mondhatom azt, hogy kötelességed utána viszont látogatni engem, amikor én adok kérdőívet neked, és te kérdezel rólam. És célirányos beszélgetések ezek, amit 30 év tapasztalata alakított ki, hogy hogy tudunk idehez eljutni. Az a tapasztalat, hogy egy ilyen tudatos személyes találkozóból a BNI-ban legalább két üzleti ajánlás születik átlagosan. Tehát nyilván vannak találkozók, ahol nem, és vannak, ahol igen, nekem van csoporttársam, akit egy nagyon nagy üzlethez tudtam segíteni egy ilyen személyes találkozó után, ő se hitte volna, és viszont is kaptam nem őtőle mástól hasonló sikert, hogy egy személyes találkozón, hogy hú, tényleg én ebbe tudok segíteni. Tehát ez nem egy ilyen szétfolyó, laza, kávézós beszélgetés. Tudod, mi az érdekes, hogy egy kicsit visszautal az egész arra, amit a, amiről a riport első felében beszéltünk, tehát arra, hogy a tudatos kommunikációról, amit mondtál, tehát a, itt is az empátia, a tudatosság és a döntés benne van. Tehát, hogy tudom, hogy miért megyek oda, tudom, hogy mit akarok a másiktól, viszont nekem van egy olyan problémám ebben, hétköznapi életben látom, hogy két ember leül beszélni egymással. Az egyik elmondja, hogy ez és ez vagyok, ezt és ezt szeretem, és aztán utána valahogy a másiknak a szempontjai kimaradnak. Hogy lehet erre rávenni egy ilyen, tulajdonképpen hogy lehet tudatosítani valakiba azt, hogy jó dolog, hogy odafigyel a másikra és meghallgatja. Miért jó az nekem? Mi a motivációm benne? Egyáltalán kell, a hit kell ahhoz, hogy ehhez idő kell. Türelem ahhoz, hogy ezt meghallgassam. Előbb-utóbb egyszer csak elfogynak a szavak, és meg fogod kérdezni, hogy és veled mi van. <laughs> nem, nem akarom elviccelni a dolgot, de tényleg. Addig, a direkt volt valaki... a kérdésem. Az, az, emberek, az emberekben nagyon nagy a hiány érzed, hogy őket meghallgassák. És hát ezt valakinek meg tudod adni hogy meghallgatod, már nagyon sokat adtál. Itt nem ilyen mod állhallgatásra gondolok, hanem figyelemre, érdeklődésre. Ez, ez nagyon sokat jelent. És ez kell némi türelem. A másik, amit én a kommunikációban nagyon fontosnak tartok a tapasztalataim alapján, hogy sok megbeszélés azért megy tévútra, vagy azért fullad kudarcba, mert döntési nyomás alá helyezi a résztvevőket. Tehát, hogy leülünk tárgyalni, és innen addig föl nem kellünk, amíg nem maradunk valamiben holott nem biztos, hogy olyan közel vagyunk egymáshoz, hogy itt mi most dönteni tudunk. Szálljunk időt egymásra, beszélgessünk. Mi a leg... Mi a, ha nem jutunk semmire, mi történik? beszélgetünk újra, vagy nem beszélgetünk többet, mert azt látjuk, hogy nincs egymással. Beszélgetés, beszélgetés, és nem, nem szabad, ezt nem szabad gyorsítani, és attól lesz gyorsabb, hogyha ki akarok erőszakolni döntéseket, ami nem a megértésen alapul, nem az elfogadáson alapul, akkor újra és újra kell tárgyalni majd az egészet hetente. Igen, most megint egy kicsit a pozitív oldalra állok, mert amit mondasz, visszigazolja az, hogy tulajdonképpen egy ember is olyan összetett. tehát Születik valamilyen adottságokkal, van egy szűk szocializáció, aztán az iskola, a társadalom, és pluszban még az egyéni kudarcok vagy élmények. Tehát ahhoz, hogy valakivel normálisan tud kommunikálni, nem azt mondom, hogy ezt az egészet át kell tekinteni, de idő kell, még egymást hangolódott. Meg kell, hogy ismert. Meg kell, és ő meg kell, hogy ismerjen. Ugyanaz, nem ugyanazokat a zenéket szeretjük feltétlenül, nem ugyanazokat az ételeket szeretjük, nem, oda, nem, annyi, nem ugyanannyira sietünk egy adott pillanatban, tehát ha valaki engem leráz, lehet, hogy neki sietős dolga volt, nem velem volt baja. Van egy ö, csoportársam a BNI-ban, aki testbeszéddel foglalkozik. És ő mesélte a példát, hogy amikor ment egy tárgyalásra, lát, egy, nagyon régóta várt tárgyalásra, hosszan készítette elő, hogy oda bejusson ahhoz az ügyfél, potenciális ügyfeléhez, és amikor odaért, akkor látta a testbeszédből, hogy mindenhol van a figyelme a partnerének, csak rajta nem. Tehát most már nem akarja lemondani, meg minden, és ő föltette a kérdést, hogy nem lenne jobb, hogyha ezt a találkozót egy másik időpontra áttennénk. És Felszabadult sóhaj, hogy hát nagyon köszön, hogy ezt mondja, mert nem is tudja, mert vinni kell az anyósát a kórházba, és nem tudja most mit csináljon, és már volt is következő időpont, és öt percig tartott akkor ez a várva várt találkozó, de sokkal többet profitált belőle, mint hogy ezt ott áterölteti. És az másikra való figyelemből, és hát abból a képességéből, hogy tudta olvasni a testbeszédet, ebből fakadt. Akkor egy picit most már egyre közelebb jutunk a fő az, amit már eddig is boncolgattuk, hogy akkor szerinted így a XXI. században, akár az üzleti életben, akár a kommunikációban, akár a PR-ben, így a marketingben is, milyen olyan alapvető változásokon ment keresztül, akár a magyar társadalom, vagy akár a, a, a trendek, ami, ami más, lett. tehát egyfajta nyitottság, empátiáról beszéltünk, odafigyelés, racionalitás, és így és, és, és tágabb világ, egy kicsit ezt elemezzük. A nyitottságot azt nem mondanám. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy látszólag nyitottak vagyunk, mert rengeteg információ lóg a testünkön, és rengeteg információval bombáznak bennünket, de a befogadó készség azért az euh, inkább tartózkodó. Ez hát, baj? Euh, nem, ez védelem. Ez védelem. Ez ugyanúgy hogy ruhát húzunk hidegben. Tehát van egy, van egy védelem. Amit a kommunikáció és a hatékony PR tehet, hogy megpróbál a védelem mögé jutni érdekességgel, jó időzítéssel, őszinteséggel, de nem mindig sikerül ez elsőre. Ehhez türelem kell. Én a leg, legnagyobb feladatnak egyébként a kommunikációban, a PR-ben a proaktivitást tartom, a kezdeményezést. A kérdéssel való kezdeményezést, a figyeléssel történő kezdeményezést, és ebből fakadhat a tematizálás. Ha én tudom, hogy téged mi foglalkoztat, milyen állapotban vagy, ha a célcsoportjaimnak tudom a problémáit, a kihívásait, a céljait, akkor elő tudok állni olyan üzenetekkel, ami őt érdekelheti. Ez az első lépés. A második nagyon nagy változás, véleményem szerint, az üzenetek terjedelme. Nem csak az, hogy milyen hosszú e-mailt olvasol el, hanem hogy hány másodpercig tudsz figyelni. Ha, tehát ha fölkeltem az érdeklődést, és mennyi az, az információ, amit föl akarsz dolgozni, be akarsz fogadni, ami befér azon a résen, a pázliba, amit ott éppen kinyitottál. Tehát nem lehet itt, én nekem a kedvenc könyvem a háború és béke, de, és tervezem, hogy egyszer, majd még egyszer elolvasom, de de nem lehet háború és béke mennyiségű információkkal előállni, mert feldolgozhatatlan. És ami nagyon nehéz, a harmadik, ez a, az a arányérzék. Ez egy nagy, kicsit nagyképpen hangzó szó az arányérzék, de el kell tudjuk helyezni, hogy az, amit mi a kommunikációban képviselünk, az érdekes, és fontos-e, vagy legalább az egyik a kettő közül, tehát vagy érdekes, vagy fontos, de ami se nem érdekes, se nem fontos, azzal úgymond mérgezni a levegőt <laughs> teljesen fölösleges. Akkor mondjuk megnézzük, teszem azt én, én most induló cég vagyok, aki, aki megpróbál igényesen mindez, ebben az új szemületen és mondjuk hozzád fordulok, hogy mire figyeljek oda, hogyha ki akarom alakítani a, akár a, a marketing vagy akár a kommunikáció stratégiámat, akkor mit mondasz? Tehát tudatlan vagyok ilyen szempontból, de de nem akarom na, na, nagyon mellé fogni. Én azt mondom, hogy beszélgessünk sokat. Az neked sokba fog kerülni, de ez a vicces, de tényleg beszélgetni kell róla. Beszélgetni kell arról, hogy ki vagy, és kivé akarsz válni, vagy kivé, kivé váltál, és ebből mit szeretnél megmutatni. És ki fog alakulni az a kép, amit meg kell teremteni tudatosan. És hogyha te azt mondod, hogy igen, én egy felső kategóriás pénzügyi tanácsadó vagyok, akkor nézzük meg az öltözködésedet is. Vagy nézzük meg a szakértelmedet. Nézzük meg, hogy milyen láthatóságod van neked az interneten, a közösségi médiában, a nyomtatott felületeken. Nézzük meg a saját média felületeiden, amiket te kezelsz vagy a vásároltjaidan, hogy jelensz meg, milyen szavakat használsz, hogy néz ki a logó, milyen színekkel azonosítod magad, milyen konferenciákra jársz előadni, vagy jársz-e, kell-e konferenciára, nem feltétlenül csak így példákat mondok. És ebből a nagy halmazból ki kell választani a legmarkánsabbakat, amik láthatóságot is tudnak majd neked teremteni, és a hitelességedet is építik. Ha én PR tanácsadó vagyok, nagyon nagy láthatóságot nem azzal, vagy hitelességet nem azzal tudok teremteni magamnak, hogyha fölteszek a fejemre egy védősisakot, egy kék színűt, és azzal járkálok az utcán, láthatóságon meg lesz, csak nem PR tanácsadót fognak bennem látni, hanem egy ácsmestert. És nagyon fontosak ilyen szempontból a külső jegyeknek a tudatos összeválogatása is. Igen, ez befolyásolása a gondolkodásnak, a másik gondolkodásának, mert minden impulzus eléri a másikat. Minden impulzus eléri. De már bocsánat, ez hagy kötődjek egy kicsit, de szerintem maga a beszéd is befolyásolása a másiknak. Tehát ez egy alapvető Termés, dolog, igen. hogy mióta a beszéd létezik, vagy akár a kommunikáció, így próbálunk hatni a másikra. Van egy tréner ismerősöm, aki lovakkal foglalkozik. A Monty Robertsnek az egyik magyar instruktora három van belőle, és a BNH csoportársam egyébként. És ő csinál olyan tréningeket, ahol a vezetői képességeinket lovakkal dolgozva tudjuk tesztelni. Nem kell tudni lovagolni, lovakkal dolgozunk. A lovak energiával kommunikálnak, nem szavakkal, nem érintéssel, át tudnak adni egymásnak üzeneteket. És nagyon jó lehet gyakorolni azt, hogy szavak nélkül is hogyan lehet közvetíteni tartalmakat, érzéseket, szituációkat, hogy lehet átadni kezdeményezéseket. Nagyon nagy kihívás lovakkal dolgozni, hogy a ló elfogadjon téged főnökének, de a tréning igazából erre biztosít gyakorlatokat. A, hát a halász Juditnak van ez a dala, hogy a szavak furcsa teremtmények Aha. könnyen félrevezetnek. A beszéd egyszerűnek tűnik, de sokkal nehezebb beszéddel kommunikációs sikereket elérni, mint egyéb eszközökkel, vizualitással, tehát képekkel, infografikával, hangokkal, körülmények megteremtésével, sokkal könnyebb eredményekre jutni, mint szavakkal. Én nagyon szerettem írni, tényleg, ahogy mondtam, hogy írónak szerettem volna fejlődni. Én tudtam 14 soros mondatot is írni nyelvtanilag helyesen, csak ember nem volt, aki érti. És mindenkit próbálok rávenni, hogy felsorolásban írunk. Könnyen áttekinthetően kell írni, mert, mert így változott meg az impulzitása a világnak, a másik figyelmének. Ennek vajon mi azokkal Felgyorsultunk, vagy kevesebb időnk, vagy türelmetlenebbek lettünk? Mégis régebben a slágernak az a hangzott, amikor egy klasszikus művet, vagy egy operát végighallgatott az ember, most ültess oda valakit. Ez egy nem tudom, nem akarom túl a dolgot, hogy az idő az egy relatív fogalom, meg létezik-e, vagy gyorsul-e, vannak erről különböző teóriák, meg mi is érezzük, én is a gyorsulását érzem. Egy biztos, hogy tényleg úgy van, ahogy Széchenyi István mondta, hogy az idő több, mint pénz. Az idő az, ami, ami alapvetően mozgat minket. Mennyi idő alatt jutok információhoz, hogy a mi szakmánkat vegyem, de mennyi idő alatt élek el a gyerekért az óvodába, tehát a lakásomhoz, az hol van, az hol van a munkahelyemhez képest, mennyi idő alatt tudok, milyen gyorsan tudok fényképezni egy nyaralás alatt, és hány képet tudok gyorsan föltölteni, azonnal a közösségi felületre is megosztani, hogyan tudok egy azon idő alatt 30 emberrel kapcsolatban lenni, és ebben, ebben a zakatolásban nagyon nehéz a minőségi időket kialakítani. Én mindenkit arra biztatok, hogy érdemes lassítani. Van erre egy jó játék, ezt itt a rádióban nehéz eljátszani, hogy hogy rövidül az életünk, és hogy dobáljuk be a perceket, perceket oda. Nekem olyan óra van az ügynökségen, ami folyamatosan megy. Már folyamatosan azt hittem, hogy nem másodpercenként ugrik egyet, hanem így folyamatosan megy, mert az idő így megy. És egy ilyen így haladó időben tényleg csak akkor tudjuk igazán élvezni mindazt az áldást, amit a PR is tud hozni, meg a gazdaság, meg az élet, meg minden, hogyha ha minőségi időt adunk magunknak, meg a környezetünkben lévőknek. Lassan, mi is oh, az időről volt szó, közeledünk a riportok vége de úgy nem engedlek el, hogy picit még azt, azt nem tudom meg, hogy amikor mondjuk nem éppen pr rel marketinggel, ugye nem igazgatóskodt, nem tanítasz, mivel töltöd a szabadidődet? Mi az, amit, Én egy mint, nagyon, a... ki, nagyon, kiszámítható életet élek. 37 éve élek, tényleg azt kell mondjam, hogy én mesebeli boldogságban és burokban. És az életem az két dologról szól, a családról és a munkáról. De kettő között igazából nincsen. Nem ilyen panaszosan mondom, nekem igazából ilyen klasszikus barátaim nincsenek, baráti közösségben nem járok. Tehát vagy agyalok valamint, dolgozok, építem a céget, segítem a dolgot, vagy a család foglalja le a figyelmemet. Három gyerekünk van, a középső fiunk vezeti a cégünket, a nővére nálunk dolgozik grafikusként. Dávid azt hiszem. Dávid fiam, igen, ő vezeti a céget most már két, több mint két éve nagyon nagy változásokat hozott, és nagy öröm ezt nézni. Szonya lányunk a cégben dolgozik grafikusként, izgalmas dolog a gyerekeiddel találkozni munkahelyi környezetben, meg az is izgalmas, hogy nem találkozol velük, hetekig pedig egy helyen dolgoztok. És a pici lányunk, ő 19 éves, ő most érettségizett, most a zeneakadémiára készül, és hát a, hála Isten a párkapcsolatunk is olyan, hogy tervekkel van tele. Úgyhogy én azt sem ülök a kandalló előtt, és nézem, hogyha Aha. ha nem a laptopot bámulom. És a kicsi lány belül mire készül? Az ongorát püföli rendesen, nekem, nekem püfeli, és nekik talán játék, tehát ez nem tőlem örökölte ezt a képességét. Klasszikus Itt, szak? Klasszikus szak, a jazz iránt is vonzódik. Nagyon pici kora óta ilyen zenei érdeklődése, képessége van. Nagyon dicsérik, a szorgalma kicsit hiányzik hozzá és mondjuk, most már ezt értem, tehát főleg munkával foglalkozó illetve a család, családba fektetsz energiákat, vagyis nem is energia az ilyen nekik is, neked is, de mondjuk olyan, hogy színház, mozi, a olvasás, az, az, hogy az nagyon, nagyon közel áll meg a írás is, de mondjuk ilyen egyéb társ művészetek, Hát szerintem az olvasással is úgy vagyok, mint a Freddie Mercury mondta, hogy kérdezték, hogy hol tartja a könyveit, ha már annyi háza van, és azt válaszolta, hogy hát lehet, hogy kevesebbet olvas, mint kellene. Szerintem én is kevesebbet olvasok. Um, igazából a színház és a mozi sincs jelen, és a koncert sincs rendszeresen jelen az életünkben. Tehát, Amit tudok, azért Pécsen nehéz megcsinálni. Um, én Pécs mellett hosszú hetényben élek. A munkával irány haza hosszú hetény, irány ki a mezőre futni, kicsit dolgozni, nem összefolyik a munka és a privát élet. Viszonylag keveset járunk társaságba és közösségi élményekre, tehát nem dicsekedhetek azzal, hogy nagyon intenzív kulturális életet élünk. Nem mondom azt, hogy nem, de nem rész az, hogy nincs színházbérletünk, hogy mi rendszeresen is mindig ott vagyunk, esetileg jutunk el ilyen programokra. De tényleg itt vagyunk most már az új év. Kapujába, és érdekelne az is, hogy akár magánéletben, de leginkább hogy hivatásban mi az, amik a következő év kihívásai vagy a hosszabb távú tervek? Van néhány. Van néhány, dolgozunk egy barátommal egy nagy könyvön, erről most még nem tudok beszélni, de ez valamikor a jövő évben be fog fejeződni a kéziratnak az előállítása. A saját tréningprogramokat tartok, havi rendszerességgel legalább kettőt, Feleségemmel létrehoztunk egy másik vállalkozást is, hogyha már a gyerekek átvették az alapvállalkozásunkat, ez hétközpont néven az emberi élet megjobbításán fáradozik a szelit terápiáktól kezdve a kommunikáció hatékonyságáig. Ez egy ilyen tanácsadó központ ott van az ügynökségünk közelében szintén. Uh, alapvetően ilyenek töltik ki a, a jövő évi tovább szaladunk, azért mesélj erről nekem egy picit, jó? A mert, hát igen, igen meg megjobbítani az életet, kommunikáció, meg egyéb kapcsán. Tehát azért, ez hogy néz ki? Én tényleg hiszem azt, hogy ha az emberek megértik egymást, attól jobb lesz a világ. Ezen érdemes dolgozni. Ez az én szeletem ebben a hétközpontban. feleségem pedig nagyon mély rásta bele magát, tehát az elmúlt 15-16 évben 32 különböző képzést végzett el, a különböző szelit terápiák kitanulásától kezdve, keleti gyógymódokig, térrendezésig, különböző dolgokban, és ilyen témákban tartunk előadásokat, kurzusokat, beszélgetéseket, társas játékozásokat, közösségi programokat, mindig változó közönséggel, de elég nagy népszerűséggel Pécsett. Akkor viszont már az is érdekel, amit mondtad, hogy vannak-e bizonyos, azt hiszem, tréningek, amiket tartasz azoknak, mik a témakörei? Három ilyen témakörön van. Az egyik annak az a cím, hogy nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani. Ez, ez éppen a PR-ről szól, ezt általában gazdasági szereplők veszik igénybe, vagy végzős egyetemisták vannak a hallgatók között. A, egy másik tréning program az a hétközponthoz kapcsolódik, ez a pozitív gondolatok, sikeres mindennapok. Tehát, hogy a gondolkodásmódunkkal, hozzáállásunkkal, milyen módon tudunk hatással lenni a környezetünkre, hogyan tudjuk ezzel az eredményeket elérni. A harmadik tréningprogram pedig a személyes példánknak az átadása. A 90-es években alakult vállalkozások Magyarországon épp most értek oda, hova mi is a közelmúltban valamit kell csinálni a céggel. Vagy generációt váltunk, vagy eladni, vagy bármi, és a generáció, céges generációváltásról is van egy tréningprogramom, ami több megyében sikeres volt. Már. Ezt a hallgatóink kedvéért mondom, hogy ez, ez manapság egy nagyon is harkalatos kérdés az egész magyar vállalkozói rendszernek, mert mind a delegálás, mind a generációváltás, mind pedig az, hogy úgy átadni a dolgokat, ez, ez egy nagyon, ö, 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 nagyon súlyos pontja annak, hogy hogy alakul a magyar gazdaság tovább, mert egy csomó nagy vállalkozás, hogy te is mondtad, elment hogy hogyha egy gyakorlati például ezt még megvilágítanak, búcsúzol, hogy, hogy értsék, hogy miért ilyen font ez. Hát képzeljük el azt a most 60 éves üzletembert, aki 1990 óta felépített egy családi vállalkozást, ebből él a családja. Ő is, a gyerekei is, stb. Van mondjuk két-három gyereke, és szeretne ezzel valamit kezdeni. Már csak a büszkeségén túl is, hogy ne menjen ebek 30-at gyere, amit felépített. És mondjuk a gyerekeit ez nem érdekli vagy ő szeretné beleverni a gyerekeibe, hogy pont úgy csinálják, ahogy ők. Hát akinek van nagy gyerek, az pontosan tudja, hogy a gyerekek mindenképp fogják csinálni, pontosan úgy nem, ahogy az apjuk vagy az anyjuk csinálta. És ez egy nagyon bonyolult folyamat, és, csak, és ez még mindig csak az első szintje, hogy igen, akkor találok-e a családomban valakit, vagy a cégemben valakit, akinek át tudom adni a különböző szerepeimet, mert tulajdonos is vagyok, menedzser is vagyok, munkás is vagyok a cégben. És csak az első generációváltásról beszéltünk, amit, áll, amit mindenféle statisztikák szerint a cégeknek csak kis hányada él túl, 10%-a éli túl. És hol van a következő generációváltás, mondjuk újabb 30 év múlva, amikor az alapító már nincs jelen, és amikor a család definíciójának megfelelően ez a kör kitágul? Most a gyerekeim között kerestem az utódot. Az unokaöcs az vajon a családhoz tartozik? Vagy a, 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 a lányomnak a férje a, a családhoz tartozik? Vagy mi van akkor, hogyha az utódlás nem a most, a. most a fiam vette át a céget, de mi van, ha az utódláshoz szükséges képességek a másik ágon jelennek majd meg, és nem az ő gyermekében, hanem a másik gyerekben? Ezek nagyon tudatos felkészülést igényelnek, és ez még mindig azt feltételezi, hogy a gyerekekben van fogadókészség, és nem a nyakukba van borítva hogy tessék, itt van, csináld, és elátkozzák apjukat, anyjukat, hogy ez az örökség, a pénznek jobban örültem volna, és erről családi körben, családi cégeknél bizony beszélni kell. Nagyon sok cég ö, küzd ezzel a kihívással most, hogy elengedje azt, amit nagyon nehéz. Hát én is a legkedvesebb játékszeremet adtam oda a fiamnak. És ő, akkor már, hogyha gyakorlati erről beszéltek, és ez hogy nézett ki a ti esetetekben? A mi esetünkben ez úgy nézett ki, hogy egy nehéz időszakban egy coaching program részeként jött belém a felismerés, hogy vannak dolgok, amiket már nem szeretnék csinálni a cégben. És ez elég erős felismerés volt. Utána leültünk beszélgetni a Dáviddal. Igazából az a szerencsés helyzet volt, hogy ő mindig is vállalkozónak készült, a Szonya meg nem. Tehát nem, nem kellett azt a meccset eldönteni, hogy na most akkor melyik gyereket állítod ide, mert, mert Szonya lányomat konkrétan zavarja, hogy ki van írva az ajtóra a saját neve, hogy Ferling, tehát ő, ő ebben annyira nem érzi jól magát, ő más alkat. És fel kell tenni a Dávidnak a kérdést, hogy hát ez, erre jutottunk, erre gondoltunk, hogy látod. És ő elfogadó volt ebben. Nem biztos, hogy tudta, hogy mit vállal, de örömmel vette. És innentől kezdve egy éven át készültünk rá tudatosan, hogy bejelenthessük azt, hogy ő lesz az, aki a céget később vezetni fogja. És az egy év rákészülés után még egy évig együtt voltunk ügyvezetők. Ma meg az a helyzet van, hogy már aláírási jogom sincsen, ő a főnököm. Hát azt hiszem, ez egy nagyon szép kerek történet. Nagyon szépen köszönöm Ferling Józsefnek, hogy elfogadta a meghívásomat, illetve a hallgatóink megtisztelő figyelmét. Önök a Hidak heti magazin adását hallották. Köszönöm szépen. Én köszönöm. Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet.